Három éves mélypontra süllyedt az infláció az euróövezetben. Szeptemberben mindössze 8,1%-os volt az augusztusi 1%-hoz képest. Összehasonlításul a magyarországi infláció csak nem 3%-os volt. Az Európai Központi Bank célkitűzése szerint az inflációs rátának középtávon 2% körülinek kellene lennie. Előreláthatóan lépéseket tesz a cél elérése érdekében, ellenkező esetben még inkább megtorpan a növekedés.